Főbb híreink. Egy év múlva elkészül a Csepeli Jedlikányos Gimnázium, a jövő tanévet már a kibővített épületben kezdhetik a diákok és tanárok, mondta Németh Szilárd kormánybiztos. A DK szerint nem csak az ársapkák az átmenetiek, hanem a kormány is, mondta Kálmán Olga. Nem sokkal a müncheni mészárlás 50. évfordulója előtt a német kormány és az izraeli áldozatok családjai szerdán megállapodásra jutottak a kártérítés ügyében. Támogatást ígért Klaus Johannis, Románia elnöke a romániai zsidóságnak és az országban élő többi nemzeti kisebbségnek céljaik eléréséhez. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti tévé híradóját látják. Belföldi híreink. Becsengettek, a szünetnek vége, írta a közösségi posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök augusztusi nyaralása óta másodszor posztolt közösségi oldalára. A kormány fő nyaralásáról folyamatosan érkeztek információk a médián keresztül. A horvát sajtó beszámolt arról, hogy elromlott a motorcsónakjuk, valamint hogy Horvátország elnökével, Zora Milanovicsal is tárgyalt egy vacsorán. Orbán Viktor visszatért a szabadságáról, ismét munkába áll, kommentálta a fotót Deák Dániel, a politikai elemző, aki szerint a miniszterelnök fotója azt is jelenti, hogy az iskolásokkal egy időben ő maga is ismét teljes gőzzel kezd majd dolgozni. Egy év múlva elkészül a Csepeli Jedlikányos Gimnázium, a jövő tanévet már a kibővített épületben kezdhetik a diákok és tanárok, mondta a Németh Szilárd kormánybiztos. A politikus az építkezés bejárásán emlékeztetette a meglévő gimnázium épületének korszerűsítéséről és bővítéséről, 2017-ben született kormányhatározat. A kivitelezés 2021. novemberében kezdődött, az építkezés a tervnek megfelelően halad, az épület szerkezet kész, tette hozzá. Németh Szilárd elmondta, a beruházással a 21. századi modern iskolaépület jön létre, amely Európában is megállja majd a helyét. Az iskola célja, hogy a gyerekek életképes tudást szerezzenek, kibontakozhasson a tehetségük. Jó magyar állampolgárokat kell nevelni, mindezt biztonságos körülmények között hangoztatta. A meglévő gimnáziumi épület 6500 négyzetméterrel bővül, a beruházás összköltsége nettó 15 milliárd forint. N. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója heti TV Pirkada című műsorában beszélt az általa vezetett intézményről, a Horthy szoborról és az alkotás fontosságáról. Elmondta, ez a múzeum a magyar nemzet egészét szolgálja, legyen szó az itthon élőkről, a Kárpát-medencében, vagy akár a diaszpórában magukat magyarnak vallókról. Sokan úgy gondolják, de a Nemzeti Múzeum nem csak egy épület, hiszen tartozik hozzá 40, köztük 23 vidéki tagintézmény is. A múzeum körúti épületet is érdemes bárkinek felkeresni, rengeteg jobbnál jobb kiállítás van és lesz még látható. Illetve rövidesen bemutatásra kerül a World Press fotó kiállítás is, tette hozzá el Simon László, mint egykori képviselő megszólalt a Horthy szobor körüli botrányról is. Mint megjegyezte, Kövér László jól és határozottan döntött ebben az ügyben, de igaz, hogy egy parlamenti képviselő az országházban azt visz be, amit csak akar. Neki nem kell átmennie a biztonsági kapukon, őt nem ellenőrzik. Kiemelte, így fordulhatott elő évekkel ezelőtt az is, hogy egy valamikori jobbikos képviselő például szamurájkardot vitt be a parlamentbe. Hangsúlyozta, ez az egész akció nem volt más, mint egy politikai provokáció. A DK szerint nem csak az ársapkák az átmenetiek, hanem a kormány is. A választási kampányra és az ország átverésére jók voltak az ársapkák, de most már megvan a hatalom, így nincs rájuk szükség a továbbiakban. Kezdte Kálmán Olga, a DK frakció szóvivője online sajtótájékoztatóját. Kálmán szerint az ársapkák eltörlése, így egy újabb megszorítás, a 7-szeres gázemelés, a többszörös áramemelés, az Európa rekorder élelmiszer drágulás, a kata eltörlése és a számtalan kormányzati adóemelés után. A demokratikus koalíció szerint bebizonyosodott az ársapkával is, csak átverték a magyarokat. A választás után a Fidesz ezeket is megszünteti, jön a következő fájdalmas megszorítás. A DK szerint ez a sokadik bizonyítéka annak, hogy Orbán miatt van válság Magyarországon, és amíg Orbán marad, a válság is marad, mondta a politikus. Külföldi híreink. Nem sokkal a müncheni mészárlás 50. évfordulója előtt a német kormány és az izraeli áldozatok családjai szerdán megállapodásra jutottak a kártérítés ügyében, jelentette a Kán közszolgálati műsorszolgáltató.
A hírt Gerhard Baum volt belügyminiszter jelentette be. A német média szerint a közelmúltban 28 millió eurós kártérítést ítéltek meg a családoknak. A szövetségi kormány 22,5 millió eurót ad, Bajorország 5 milliót, München városa pedig 500 ezer eurót. A hosszas harc után felkínált összeg több mint ötszöröse a németek múlt hónapban benyújtott eredeti ajánlatának, és lényegesen közelebb áll a családok 33 millió eurós követeléséhez. Az áldozatok hozzátartozói a mai napig nem kaptak bocsánatkérést Németországtól, és nem kaptak teljes hozzáférést a dokumentumokhoz. A német hatóságokat és a rendőrséget is súlyos kudarcokkal vádolták a mészárlás miatt, de senkit nem vontak felelősségre. Matteo Salvini Liga nevű pártja annak a jobboldali koalíciónak tagja, amely a legutóbbi közvéleménykutatásokban közel 50%-os támogatottságot szerzett, és amely várhatóan megszerzi a mandátumok többségét a szeptember 25-i olaszországi parlamenti választásokon. Az Izrael Hayom című újság kérdésére, hogy megválasztása esetén betartja ígéretét, hogy elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként és áthelyezi Olaszország nagykövetségét Jeruzsálembe, Salvini, aki várhatóan vezető kormányzati szerepet kap, ha a jobboldali koalíció hatalomra kerül, megerősítette: abszolút igen. Szavamat adtam, teljes mértékben elköteleztem magam Izrael népe mellett, és szándékomban áll megtartani a szavamat. A lap arra is rákérdezett, hogy pártja elismeri-e Izrael jogát, hogy minden eszközt, beleértve a katonáit is, felhasználjon annak megakadályozására, hogy Irán nukleáris arzenállal rendelkezzen. Salvini azt válaszolta, hogy egy olyan demokráciának, mint Izrael, minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje létét és szabadságát fenyegető bármilyen fenyegetéssel szemben. Az atomfegyver az ajatollahok kezében veszélyes lenne az egész világra, és mindenáron meg kell állítani, még akkor is, ha nagyon szeretném, ha lenne diplomáciai megoldás, mondta Salvini. Támogatást ígért Klaus Johannis, Románia elnöke, a romániai zsidóságnak és az országban élő több nemzeti kisebbségnek is. Az államfő abból az alkalomból fogalmazotta meg ezt az üzenetet, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és a gyűlöletbeszéd elleni romániai erőfeszítésekről, hogy 145 évvel ezelőtt nevezték ki az első zsidó tisztet Románia hadseregébe. Üzenetét az államtanácsos olvasta fel az évforduló alkalmából szervezett rendezvényen. Felidézte Mauricio Brocinára, a román hadsereg első zsidó tisztje önkéntesként szolgálta az 1877-es függetlenségi háborúban, melyet a román hadsereg az orosszal együtt a Balkán félszigeten vívott a török hadsereg ellen. Kitért arra, hogy a román katonák ma a legerősebb védelmi szövetség, a NATO kötelékében készülnek. Hozzátette, a NATO egyben értékközösség is, amelyben a kulturális sokszínűség megerősíti és közelíti egymáshoz a feleket. Johannis szerint a jelenlegi krízisek felerősítik az egyes embercsoportok elleni intoleranciát és erőszakos cselekményeket. Ezeket pedig nem szabad eltűrni. A záporizsiai atomerőmű közelében zajló katonai tevékenység azonnali leállítását sürgette csütörtökön a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, és katasztrofális következményekre figyelmeztetett. Ideje végre abbahagyni a játszadozást a tűzzel, és valódi lépéseket tenni a záporizsiai és más létesítmények védelme érdekében, szögezte le újságírók előtt Robert Mardini, az ICRC főigazgatója. A legkisebb számítási hiba is olyan károkat okozhat, melyeket évtizedekig bánni fogunk, fogalmazott Mardini, és leszögezte, ha bizonyos helyek csatatérré változnak, azt hosszú évekre katasztrofális következményekkel járhat a környezet és emberek milliói számára. Ha az atomerőműben radioaktív szivárgás indul, nehéz, sőt lehetetlen lesz humanitárius segítséget biztosítani, tette hozzá. Csütörtökön a tervek szerint az atomerőműbe látogat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség küldöttsége is. A delegáció szerda este ért Kijevből Zaporizsiába, Rafael Grossi, a NAU főigazgatója vezetésével, ám csütörtökre virradóra ismét kiújultak a harcok a létesítmény körül, és lövések érték az erőmű melletti várost is. A támadásnak, melyel az orosz és az ukrán fél egymást vádolja, több halottja van. Előrehozott elnök és parlamenti választások megrendezését javasolta Kazasztánban csütörtökön Kaszim Zsomárt Tokajev államfő. Tokajev elképzelése szerint ősszel tartanák az elnökválasztást. Az elnök arra is javaslatot tett, hogy egy államfő ezentúl csak egy 7 éves ciklus tölthessen be, és utána ne lehessen őt újra választani.
Az előrehozott parlamenti választásokat 2023 első fél évében tartanák a tervek szerint Kazasztánban. Januárban súlyos politikai válság rázta meg a közép-ázsiai országot, zavargások törtek ki, és az összecsapásban legalább 230 ember halt meg. Nurszultán Nazarbajev korábbi államfő 90-től tekintélyelvű rendszer tartott fenn 2019-ig, amikor átadta a hatalmat Tokajevnek. A hatalom átadása után is megtartott azonban egy sor kulcsfontosságú tisztséget saját maga és rokonai számára. Híreinkről bővebben a BrailleProgram.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma mindenütt lecsökken a felhőzet, este ismét vastagodó felhőzet húzódhat az ország fölé, melyből éjjel kisebb eső is eshet. A hőmérséklet várhatóan 14 és 25 fok körül alakul. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!